Viszont nagyon, egy nemzetközi szervezetnek nagyon fontos, hogy kapcsolatot tartson nem csak kormányzati, hanem nem kormányzati szereplőkkel, civil szervezetekkel, és akár a, az üzleti szektornak a szereplőivel. Viszont a finanszírozás, ugye az egyik, leg, egyik legnagyobb támogató, a világ egyik leggazdagabb és egyik legismertebb embere, a Microsoft alapítója Bill Gates, és több gyógyszergyártó is. Innen ez már ugye több kérdést vet fel, Reméljük, hogy ezt transzparensen sikerül kiküszöbölni, és hát kíváncsian várjuk, hogy, hogy milyen szerződéseket szeretnének, és milyen jogkört szeretnének, hiszen biztos, hogy kormányok felett nem lesz azért egyszerű ezt elfogadtatni. Köszöntöm a világnézet hallgatóit és nézőit, én Tamás Villa vagyok, és itt van már velünk a stúdióban Kis Rajmond, a Matthias Korvinos Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője, akit köszöntök ismét nagy szeretettel. Csókolom, jó reggelt kívánok! És ismét vannak diplomáciai kérdések, amiket át kell beszéljünk. Ugye volt egy ENSZ közgyűlés, ugye ez a világ legnagyobb diplomáciai eseménye, mondhatjuk ezt? Igen, mondhatjuk. Bár ugye vannak hangok, akik azt mondják, hogy ezért nagyon sokat veszített a fényéből. Kérdés, hogy volt-e valaha is valódi fénye az ENSZ közgyűléseknek. Én most szerint... a méretre válaszoltam, hogy a legnagyobb a minőségére. Így van, A méret az Abszolút Egyesült Nemzetek Szervezete. Ön szerint mennyire, mennyire veszített a fényéből? Ugye itt a résztvevők, egy-két egy résztvevőt azért hiányoltak egyes elemzők. Én szeretném, hogyha az ENSZ küldetés tudata az alapításnak a szellemében működne és élne. Minden nemzetközi szervezet fontos. Az ENSZ-nek a New Yorki központja rendkívül fontos. Napi kapcsolatban van több országgal, a legtöbb országgal, 193 országnak van állandó képviselője New Yorkban. De hol van az a platform? Most itt van mellettünk az orosz-ukrán háború. Ugye sokat beszéltünk arról, hogy az ENSZ fő titkár segítette az orosz-ukrán gabona megállapodást, ami tulajdonképpen a török elnök segédletével sikerült, de valóban ott bábáskodott az ENSZ főtitkár. Látjuk, hogy nincs világbéke. Természetesen nincsenek utopisztikus céljaink, hogy az ENSZ, de de hogy tudná kikényszeríteni, miért nem ülteti le a feleket az asztalhoz? Azt is látjuk, már a G20 csúcs kapcsán is beszéltünk róla, hogy érezhetően a nemzetközi szervezetek is, főleg nyugati dominanciájú szervezetek, főleg a döntéshozók és a felső vezetés, és érezhető a multilaterális diplomáciában, a nemzetközi szervezetekben is, egy új, a nyugatról érkező ideológiának a napi szintű beszivárgása. Ezek a szervezetek nagyon fontosak, nagyon sokan nagyon komoly munkát végeznek, nem tudjuk, hogy mi lenne, hogyha nem lenne. Azt is tudjuk, hogy ez sok milliárd forintba kerül, még a magyar adófizetőknek is, hogy a tagsági díjakat kifizessük, de nagyon fontos, és de, de nem használjuk ki. Tehát a multilaterális diplomáciában a legizgalmasabb, amire például a cia magyar külgazdaság és külügyminiszter kiváló példa, hogy elmegyek egy olyan rendezvényre, egy olyan nemzetközi szervezethez, ahol ott van 50 kollégám, 100 kollégám, és azonnal tudok vele úgynevezett bilaterális kétoldalú tárgyalásokat folytatni. Megint mi történik? Egy külügyminiszter, tárgyalt az Európai Unióban Szergej Lavrov orosz külügyminisztere, Szijjártó Péter. Ott van az ENSZ, akkor beszéljük meg, beszéljünk a közelkeletről, beszéljünk a Balkánról, beszéljünk Azerbajdzsán és Örményország helyzetéről, beszéljünk bármilyen geopolitikai, gazdaságpolitikai kihívásról. Ezért van az ENSZ. Nem, é nem látom az eredményeket, persze nehéz ezekben a komoly nemzetközi ügyekben Nap Sikereket elérni, főleg egy a Csak a szándékot látná szívesen az ember. Így van, legalább próbáljuk meg. Hát ugye valahol van öt gyerek a családban, ott is van vita, itt meg majdnem 200 van. Természetesen itt is frakciók vannak, ugyanúgy tömbösödik, ahogy a világ. Indulva már magától az ENSZ-BT-től is, hiszen ugye most India is szeretne magának helyet, ott van Kína, Oroszország, bármikor meg tudja vétózni a többi tagállamot. Nem egyszerű. A nemzetközi szervezetekre áll általánosságban elmondható, az egyébként építő kritika mellett, hogy egy, egy komoly reformra lehető szükség lenne majd a közeljövőben. Igen, hogy azt mondják... A, a... mi érdekünkben elemzők, hogy ugye van már a G7, a G20, akkor a brics van, tehát hogy rengeteg ilyen, hát rengeteg azért az túlzás, de sok ilyen találkozó van, de valóban nem használjuk ki tényleg, ahogyan is fogalmazott, mert azért itt tényleg vannak lehetőségek, hát Szijjártó Péter szerintem kimaxolta, tehát én, én csak lestem, hogy, hogy egy nap mondjuk mennyi találkozót egyeztet, és ugye említette, hogy egyetlen egy külügyminiszter találkozott Lavrovval. Az Európai hát Unióból, igen. Az Európai Unióból, és ugye ez jártó Péter volt. Igen. Hogy értékeli a magyar részvételt? Ugye Novák Katalin és Szijjártó Péter a Magyarországot. Számunkra, hogy mondtam, fontos az ENSZ, és fontos az, hogy ez egy olyan lehetőség, hogy ne is a platform szót használjam, hogy el tudjuk mondani, hogy a magyar kormány és a magyar emberek miben hisznek, mit szeretnének. A Novák Katalin köztársasági elnök beszélt az ukrán-orosz háború kapcsán, a kárpátaljai magyarok helyzetéről, beszélt arról, hogy egy borzalmas háborúnak a legnagyobb kárvallotjai a családok, a gyermekek, akik elveszíthetik a szüleiket, vagy szétválasztják a szüleiket számunkra, magyaroknak. Ezek nagyon fontos gondolatok, és így nagyon sok emberhez egyszerre el tud jutni, amikor a szeptemberi általános ülés van New Yorkban. Igen. Ugye számos interjút is adott Szijjártó Péter például, és volt számomra egy nagyon emlékezetes, mert a legutóbb az a riporter, most meg nem mondom a nevét, ordibált a külügyminiszterrel, és most azért talán átment az üzenet. A gondol a CNN-től? Lehetséges. Minden. Igen, igen. Ö... Még a Covid alatt volt egy híres riportjuk. A koronavírus kezdetén volt. Én, én a Gabona importtal kapcsolatban Jöjj. emlékszem egy egy ilyen nagyon parázsvitára. És itt is és, és, és ugye a külügyminiszter elmondta, hogy, hogy ugye a tengeren túlról ez egy, ez egy háború a sok közül, mi pedig hát látjuk az élített más, másképp. Más más kép teljesen más, ez a Kanadából, a... Washingtonból, New Yorkból megítélni, miközben magyarok is vannak a fronton, és elesett több magyar, és nagyon közel van. Igen, tehát a háború az mindenképp ugye középpontban volt. Volt még egy érdekes téma, eh uh WHO szerződéssel kapcsolatban. Ugye most előkészítés alatt van egy nemzetközi egészségügyi szabályzat is, és egy pandémia szerződés, de ezt jövőre fogják elfogadni, vagy tervezik elfogadni a, a, felek. Viszont most született egy szándéknyilatkozat, tehát egy ilyen nagyon hosszú neve van, ENSZ közgyűlésének politikai nyilatkozata a legmagasabb szintű találkozójának pandémia megelőzés, felkészülés, reagálás terén. És aztán meg, meg még egy másik szabályzat is aláírásra kerül, Mit kell erről tudni, azért vannak nagyon kritikus hangok is ezzel kapcsolatban. Az egészségügyi világszervezetnek, a megítélése és a saját működésük nagyon megváltozott az elmúlt években. Természetesen minden nemzetközi szervezet, hogy előbb mondtam, vagy csak utaltam rá, de ha nem mondtam, akkor most mondom, egyre inkább érezhető a politika. Én ugye a Kereskedelmi Világszervezetnek mellett volt a Magyarország állandó képviselője, de azért rálátásom volt az ENSZ-re, a WHO-ra és a többi nemzetközi szervezetre is Genfben, van belőlük bőven. A WHO-nak a szerepe azt gondolom, hogy nagyon megváltozott a koronavírus kapcsán. Mindenki a WHO főtitkára figyelt, azt se tudta korábban senki, hogy kicsoda, vagy hogy mit is jelent ez a három betű, ne felejtsük el, hogy ez egy ENSZ szakosított nemzetközi szervezet, és az igazi célja az az ajánlások megfogalmazása volt, amikor a második világháború után megszületett ez a nemzetközi szervezet. Most már érezhető, hogy az ajánlások mellett egy erősebb jogosítványt szeretne kivívni magának ez a nemzetközi szervezet, nem lesz könnyű, viszont vannak nagyon erős támogatóik, szintén a nyugatról, az elsősorban, itt az Egyesült Államokra kell gondolni. És az üzleti világból is. Ez tűnik. Igen. Ez, ez érdekes, korábban erre azt mondták volna, hogy akár összeférhetetlen. Viszont nagyon, egy nemzetközi szervezetnek nagyon fontos, hogy kapcsolatot tartson nem csak kormányzati, hanem nem kormányzati szereplőkkel, civil szervezetekkel, és akár a, az üzleti szektornak a szereplőivel. Viszont a finanszírozás, ugye az egyik, leg, egyik legnagyobb támogató, a világ egyik leggazdagabb és egyik legismertebb embere a Microsoft alapítója Bill Gates, és több gyógyszergyártó is, innen ez már ugye több kérdést vet fel, Reméljük, hogy ezt transzparensen sikerül kiküszöbölni, és hát kíváncsian várjuk, hogy, hogy milyen szerződéseket szeretnének és milyen jogkört szeretnének, hiszen biztos, hogy kormányok felett nem lesz azért egyszerű ezt elfogadtatni. Egyik szervezetnek sincs, pont az előbb, mint építő kritikát mondtam az ENSZ-nél, hogy semmilyen jogosítványa nincsen igazából komolyan szankcionálni sem egy országot. Egyedül a kereskedelmi világszervezetnek van, a WTO-nak a van, a Dispute Settlement Body, amikor ö, döntéseket rá lehet vitás, kereskedelmi ügyekben rá lehet döntéseket kényszeríteni egy-egy országra, illetve hogy hogy óvakodjon olyan, tartózkodjon olyan kereskedelmi magatartástól, ami sértené mondjuk egy másik országnak az érdekét, illetve azokat a szabályokat, amiket elfogadott a kereskedelmi világszervezet. A WHO-nak a felelőssége óriási, a világban folyamatosan vannak járványok, folyamatosan nő a költségvetése is a WHO-nak, de azt gondolom, hogy a pandémiák, a kutatás, az együttgondolkodás és az ajánlások megfogalmazása az messze nem egyenlő azzal, hogy milyen utasításokat szeretne majd közölni. Igen, ugye itt a Hitrádió stúdiójában is elhangzottak olyan részletek ebből a, ami még ugye nem került elfogadás ebből a pandémia szerződésből, amik azért nagyon-nagyon aggályosak, és a mindennapi életünket érinti, és az a furcsa, hogy ennek ellenére szinte semmit nem hallunk róla, ilyen alternatív médiumokon keresztül. Ugye most aláírásra került egy politikai szándéknyilatkozat. És egy szándéknyilatkozat. Ez, egy ez mit jelent? Mi, mi az, hogy politikai szándéknyilatkozat? Illatkozat. azt se tudjuk egyébként, hogy Magyarország aláírta-e vagy sem, tehát hogy nincsenek információk erről. A politikusok szeretik a szándéknyilatkozatot, ennél jobban csak az úgynevezett MOU-t szeretik, az együttműködési megállapodásokat. Megállapodunk arról, hogy jövő héten megint megállapodunk valamiről, főleg két ország gazdasági, kulturális, politikai ügyeit érintően. Egyelőre ennek még ne tulajdonítsuk nagy jelentőséget, várjuk majd tovább a részleteket. Csak a hallgatók kedvére, mert nem szeretem az idegen kifejezéseket, az előbb, amit mondtam, a Dispute Settlement Body, az a vita eljárás járás a VT on belül, pont a Gabona ügy kapcsán esetleg erről már hallhattak a hallgatóink is Igen, és, és most is fognak, mert beszélünk erről. Ugye itt a Gabona körül azért voltak nagyon nagy purpárlék. Itt a közgyűlésre nem tudom, hogy szóba került el, valószínű, hogy igen. igen. Mit lehet erről tudni? Az alap probléma az Magyarország és Közép-Európa, hogyha most a tranzitról beszélünk, de az elég egész ugye úgy indult, hogy Oroszország pont az ENSZ támogatásával is megegyezett egy fekete-tengeri gabonaszállításról a harmadik országok irányába, főleg afrikai országok irányába, főleg éhező afrikai országok irányába, de ez Észak-Afrikában is, akár Egyiptomot is érintette, de főleg a Szahara alatti országokat ez, ez a szerződés lejárt, és ezt Oroszország nem hosszabbította meg, viszont Oroszország azonnal tájékoztatta a nemzetközi közvéleményt, hogy Oroszország támogatni fogja ezeket az országokat Gabonával. Már tavasszal felmerült az ukrán Gabona kérdése, a világ egyik legnagyobb Gabona termesztőjéről beszélünk, és a világ egyik legnagyobb Gabona exportőréről beszélünk, és Magyarország felajánlotta a lehetőséget, hogy használhatják Magyarországot, mint tranzitország átutazó. Ugyanezt mondta akkor Lengyelország, Szlovákia és Románia is. Sőt, még Bulgária is. Viszont a gabona nem jutott el a, a rászorulókhoz, az éhezőkhöz, sőt, a gabona kereskedők elkezdték értékesíteni Közép-Európában, ami... Több veszélyforrást jelentett, elsősorban például a magyar-lengyel, de most beszéljünk Magyarországról, közép-európai gazdák számára ez nagyon előnytelen volt, jóval olcsóbb gabona, a fogyasztók számára pedig még veszélyesebb, hiszen ismeretlen terményről, ismeretlen termékről beszélünk, senki nem vizsgálta be. Most vizsgálják be a lengyelek, és kiderült, hogy nem kevés génmódosított gabona is került a piacra. Tehát ez volt az alaptörténet az Európai Unió és Közép-Európa is megállapodott, majd a megállapodásból az lett, hogy az Európai Unió már nem támogatta ezt továbbra, ezt a Gabona importtilalmat, ezért több ország nemzeti hatáskörbe rendelte ezt a kérdést, és azt mondta, hogy mi nem kérünk ebből, mert előnytelen helyzetbe hozza a saját agrárpiacunkat. Ebből egy... Komoly nemzetközi vita alakult ki. Sajnos az Európai Unió, itt sem az Európai Unió tagállamai mellé állt, ami egyébként nonszensz, hanem egy később szeretne csatlakozni Ukrajna, de természetesen itt nem a csatlakozóról beszélünk, hanem a jelenlegi brüsszeli vezetésnek a politikai preferenciája az, hogy Ukrajnát támogatja akár Magyarország, Lengyelország, Szlovákia. Ebben a, a helyzetben az az érdekes, hogy ugye Lengyelország is, meg Magyarország is támogatta, csak nem az történt, amit. Támogatott. Így van. Hát becsaptak minket, Így ez van. az igazság. Itt maradt a nyakunkon a gabonájuk. Igen, nem, ez nagyon nem tudjuk, hogy milyen minőségben is elkezdték értékesíteni. Hogy, hogy a kegyetlen Lengyelország, a kegyetlen Magyarország, ugye ebből volt az a vita, amit említettem önnek ezzel a riporterem, hogy Amerikából ezt ugye másképp tudják beállítani, és... Persze, Kanadában is másképp, hiszen Zelenszky az ensz ugye Kanadába utazott, ahol elmondta, hogy felszólítja Lengyelországot, felszólítja, már megint, abszolút nem diplomatikus, felszólítja Lengyelországot, hogyha nem támogatják fegyverre, akkor ez azt jelenti, hogy Oroszországot támogatja. Ezt nyilatkozta Zelenszky Kanadában. Igen, mert ezt ugye nem mondtuk el, de Lengyelország, vagy elkezdett fenyegetőzni Zelenszky, és, és azt mondta, hogy feljelenti Lengyelországot. Meg is Tocsuzott tették, Lengyelországot. Így van, pont ennél a vitarendezési rendezési a... eljárás keretében, amiről beszéltem, a kereskedelmi világ ennek fejében közben. állította le ugye Lengyelország a fegyverszállításokat. Úgy látom egyébként, hogy... Egyébként közölte, hogy nem fogja átvenni a lengyel almát, a lengyel hagymát és több termékre ugyanígy importtilalmat vezetnek Most azért, mintha mint hogyha egy kicsi finomodás lenne a kommunikációban. Én azt látom, hogy, hogy Zelenszky nem túl diplomatikusan kommunikál, és aztán szerintem így edukálják a diplomata kollégái, mert most mint hogyha egy enyhülés lenne a kapcsolatban, nem tudom ön, hogy látja. Vagy ez folyamatosan Csapongó. változik? Csapongó. Csapongó. Tehát megérkezett szombaton Lengyelországba lengyel határnál két lengyel önkéntes kitüntetett, úgyhogy egy politikussal sem találkozott, ahol megköszön Lengyelország nagyon fantasztikus eddigi támogatását. Ez teljesen rendben van, ez így normális, de előtte meg folyamatosan szapulták a lengyel politikusokat, és a lengyel embereket is, amit egyébként ki, ki is kért magának, a lengyel nemzet nevében, a lengyel miniszterelnök. Természetesen ott ebből is most politikai vita van, hiszen október közepén Lengyelországban választás lesz, és Donald Tusk az ellenzék vezetője már felszólította a kormányt, hogy támogassa Ukrajnát. Ezeket a felszólításokat azért nehéz befogadni. Főleg, Tehát Lengyelországnak is Lengyelországot kell támogatni. Tehát a lengyel barátaink is rá fognak jönni, hogy nem minden olyan hűséges partner, mint mi magyarok. És az, hogy Lengyelország, Lengy, a lengyel politikai vezetés, a lengyel kormány azt mondja, hogy a Lengyelországot kell felfegyverezni, az teljesen normális. Igen, hogy látja, hogy most Lengyelország és Magyarország között egy picit javulhat pontosan emiatt a helyzet, hogy a lengyelek is felismerik egy talán, vagy, vagy, meglátnak egy szeletet abból a szemszögből, amiből mi is látunk. Most úgy tudom, hogy az ENSZ közgyűlésen volt egy v találkozó, erről mit lehet például tudni? Folyamatosak a v egyeztetések, nem csak New Yorkban, hanem rengeteg diplomata, de, de akár miniszteri szinten, szakértői szinten is folyamatosan. De ebben a régióban nem lehet egyedül érdeket érvényesíteni, hogyha mi szeretnénk valamit elérni Európában és a nagyvilágban, akkor sokkal egyszerűbb összefogni, ezt a lengyel barátaink is tudják, erre a legjobb példa, ez a jelenlegi gabona ügy, vagy akár bármilyen korábbi ügy, hiszen Brüsszel is becsapta a lengyeleket, az Egyesült Államok most felszólította a lengyel politikai vezetést, hogy ugyanúgy folytassa a támogatását Ukrajnának. Tehát itt a demokrácia és a szuverenitás, megint óriási kérdőjeleket tehetünk. Mondhatnánk egyébként, hogy mi köze van az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy Lengyelország kinek ad fegyvert, vagy kinek nem, vagy kitől fogad be gabonát, vagy nem, de tudjuk, hogy nem ilyen világban élünk. Ezért is fontos nekünk összefogni én kívánom a lengyel barátainknak, hogy hogy ne legyenek ilyen nemzetközi konfliktusaik ahhoz, hogy újra ugyanúgy egymásra találjunk politikailag is, és igen, ennyi politikailag is. Szóba került az Egyesült Államok, beszéljünk mi is az Egyesült Államokról, szerintem most már hétről hétre egyre inkább teret fog foglalni itt a mi műsorunkban is, mert ugye fordulunk rá a kampányra. Most volt két érdekes beszéd is, az egyik egy ilyen másfél héttel, hát így az elmúlt két hétben fogalmazzunk így. Ugye nagy port is kavart Anthony Blinkennek egy, ez egyik egyetemen... John Hopkins Egyetem. John Hopkins Egyetemnek az egyik központjába tartott egy beszédet, és hát ott nagyon nyíltan és őszintén beszélt. Mi a véleménye önnek erről? Hát szerintem csilla, és én ezt tudtuk, sőt, aki rendszeresen figyeli a világnézet műsorát és és fogékony a nemzetközi kapcsolatok rezdüléseire, azt sejthette, hogy Amerika természetesen, mint első számú világhatalom, szeretné megtartani a pozícióját, ez nem meglepetés. Az, hogy a hidegháború utáni korszak lezárult, talán még ezt is sejtjük. Ez egy, hogy egy új világrend alakult ki, szerintem ez már mondjuk 10-15 éve elindult, a koronavírus hatásai miatt felgyorsult, és egyértelműen az orosz-ukrán háborúval pedig teljesen más sebességbe kapcsolt az új világrendnek a nemzetközi újraformálódása, amiben természetesen az Egyesült Államok az első számú helyet szeretné, viszont ennél azért agresszívebb volt ez a beszéd, egyértelműen nyilvánosan megfogalmazta az amerikai külügyminiszter, hogy az első számú ellenség Kína és Oroszország, és óriási veszélyt jelent ez a két ország a világ demokratikus országainak a részére, ezért kell az Egyesült Államok mögött felsorakozni minden szövetségesnek, és kijelentett, hogy hosszú távon Kína az első számú veszély, ezt egyébként Blinken minden egyes alkalommal megteszi, kivéve talán azon a napon, amikor Pekingbe látogat, de ki már utána és előtte is, amikor az orosz-ukrán háború kapcsán az orosz agresszióról beszélnek az amerikai politikusok, a kormányzó demokraták részéről mindig hozzáteszik, hogy igen, igen, de Kínára kell fókuszálni. És ami, ami még érdekes, természetesen, hogy nem a, a puha erőről beszél, nem a soft power hanem arról, hogy az Egyesült Államoknak akár ő katonai erővel is meg kell őrizni. Erővel, de alázatosan. Mondjuk ez a kettő se nagyon fér Igen. nekem. Tehát nem? katonai erővel is meg kell védenie a demokratikus értékrendszert, az emberi, jogok védelmét, és erre csak az Egyesült Államoknak van ereje, szövetségesei és kapacitása. Igen, ugye, amit ön is említett, hogy itt ebben a stúdióban sem ö, beszéltünk másról, meg szerintem más stúdiókban sem, meg a hallgatók ö, azért bizonyára más portálokon is tájékozódnak arról, hogy, hogy Amerika azért ö, kicsit árnyaltan kell néznünk a, a, tevékenységét. Itt igazából a csomagolás volt nagyon furcsa, mert hogy, hogy, hogy professzionálisan tudnak az amerikaiak csomagolni. Most, hogyha így ezt nem vette volna figyelembe Blinken, és nem csomagolta be. A... Leplezetlen őszinteség. Így van. Volt. Így van. Így van. No, de volt egy, egy, másik esemény is, ez a Family Research Council Summit, ahol nagyon prominens megszólalók is megszólaltak, és akkor ilyenkor jön rá az ember, hogy azért Amerika, az nem ez a mostani demokrata kormányzással működő Amerika, hanem Amerikának azért van egy másik arca is. Ugye ezen az eseményen felszólalt például Donald Trump is, Ron DeSantis, Mike Pence, tehát a konzervatív oldalnak egy eseménye volt ez. Nem tudom, hogy sikerült-e belehallgatni a felszólalásokba, mi a véleménye erről, és van-e remény a konzervatívok számára, hogy Amerika azért meg fog változni egy év múlva? Van remény az Egyesült Államoknak, a szavazóinak biztos, hogy a fele. Nagyon megosztott az amerikai társadalom. Ezt egyébként már a, a Hillary Clinton-Trump kampányban érezhettük, Trump négy éves kormányzása alatt is folyamatos ösztűzben volt. És a támogatói pedig igyekeztek mindig kiállni mellette, és láttuk utána a Joe Biden-Donald Trump kampányt, és valószínű, hogy rendkívül izgalmas, és sokszor nem diplomatikus beszédek és órák, napok várnak ránk a következő egy évben, ami az amerikai belpolitikát és a választási kampányt illeti. <tosz> De nagyon fontos, amit Csilla mondott, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy van egy konzervatív keresztény családbarát Amerika is. Több tízmillió ember így éli az életét az Egyesült Államokban. Olyan értékekről beszélnek ezen a konferencián, mint amit a, a szípeken már hallottunk, vagy akár a Szépművészeti Múzeumban, a közelmúltban Budapesten rendezett demográfiai csúcson. Elutasítják az LMBTQ törekvéseket, követeléseket, kéréseket, az egyház és a családi értékekben látják az Egyesült Államoknak a jövőjét, ami teljesen szembe megy a demokraták ideológiai, politikai felfogásaival. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a konzervatívok, a republikánusok, számára is, de nem csak a politikusok számára is. Lehet, hogy valaki nem is megy el szavazni, de akkor is fontos, hogy ezek az régi-régi amerikai értékek még azért a felszínen vannak, hanem is ez zúdul rájuk a médiából minden nap, legyen az a közösségi média, vagy bármelyik vezető amerikai tévéállomás. Mi? Ez ad nekik reményt. Mire számít a következő hónapokban, mennyire fog élesedni ez a küzdelem a két oldal között? Én emlékszem, az előző kampányban ö, lejátszottam a hallgatóimnak tárgyalási stratégián a Joe Biden, Trump vitát, és voltak benne olyan pillanatok, hogy egy kocsmai verekedés előtt talán nem beszélnek így egymással. Nem számítok jobbra. Még nem tudjuk, hogy kik lesznek ugye. A végső győztes jelöltek a demokraták és a republikánusok részéről, de azt gondolom, hogy nagyon feszült kampány lesz, főleg a végén. Ez egyébként mindig így van, ugye ön diplomáciai szemmel nézi évtizedek óta, gondolom ezeket a beszélgetéseket is, vagy vitákat is, vagy, vagy azért romlott ezeknek a Szerintem romlik, de ez nem csak az Egyesült Államokban, akár még Magyarországon is látunk olyan politikusokat a parlamentben, akik úgy beszélnek, ahogy szerintem az országházában nem lehetne beszélni, vagy nem, nem szerencsés ilyen hangon. Érezhető a nemzetközi politikában is, hogy kevésbé diplomatikus, sőt, a nemzetközi kapcsolatokban is. Ez a folyamatos üzengetések, ahelyett, hogy tárgyalnánk, meghallgatnánk egymást, ez sajnos hiányzik. Csúnya kampányra számítok, <laughs> őszintén. És nem tudjuk még, hogy kik lesznek a, a képviselők ugye a két oldalon. Ugye most, hát attól tartok, hogy, tulajdonképpen mindegy, hogy kit fogunk látni a képernyőn, csúnya kampányra. mellett lesz. Így van. döntenek a... Igen. És a mind a két oldal igyekszik majd mindent megtenni, és nem fognak válogatni szerintem az eszközökben. Bádánn mi lesz? Ő most, mert ugye bejelentették, hogy ő lesz a, a demokrata oldalon továbbra is a, az jelölt, De. Nagyon korai aztán... még statisztikákat, közvélemény kutatásokat nézni, de nem elfogult, nem republikánusokhoz közelebb álló közvélemény kutatók szerint Trumpnak a támogatottsága folyamatosan nő. Országos szinten is, és Biden ellen is. Eddig az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan fej-fej mellett, most pedig egyre inkább érezhető. Ez semmit nem jelent. Hillary Clinton végigvezette az egész kampány Trump előtt 10 kal és nem kicsit nyert Trump. Tehát ezt most nem lehet megítélni. A konzervatív oldalon biztos, hogy Trump lesz az elnök jelölt? Vagy ott Én azt az gondolom, a... hogy aki utána jöhetne, ugye a floridai kormányzó, aki szintén részt vett ezen a, És ezen a, fórumon. Fogadt, így, 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 van, rendkívül népszerű fiatal politikus. Azt gondolom, hogy ő, ő még lehet elnök jelölt. Korábban is szó volt róla, hogy ő lehet akár Trump kihívója, jelenleg Trump jóval népszerű, a matematika, a statisztika szerint, majd meg fogjuk Figyelem látni. kísérjük is, köszönöm a becerítés. Köszönöm szépen.